A farsang mindenhol a bálok, az önfelett táncmulatságok időszaka. Vízkeresztől Nagybőjt kezdetéig, azaz Hamvazó szerdáig tart. Az ünnepkör legjellemzőbb mozzanata a jelmezes állarcos alakoskodás, ennek hagyománya egészen a 15. századig nyúlik vissza. A Szent István utcai és Park utcai óvodákban a gyerekek is elbúcsúztatták a telet. Tulajdonképpen mind a két óvoda külön-külön a saját épületébe tartja meg a farsangi ünnepségét az elmúlt hagyományokhoz híven. Csoportokban minden csoport a maga készítette jelmezekkel, illetve szülő készítette jelmezekkel, a saját maga műsorával ad lehetőséget arra, hogy a gyerekek egész nap munkázzanak, bohóckodjanak, vidámbulit csináljanak. Egy óvodás gyereknek már ugye van egy valóságtudata, hogy 3-4 éves kor határán ez azért elválik, tehát ő tisztában van vele, hogy nem igazából hercegnő, és nem igazából kalóz, de ma egész az óvoda nyitvatartásától zárásig az lehet, és ő ezt elhiszi, és ez csodás dolog. Nem szabad elvennünk az álmait. A gyerekek egy napra más bőrébe bújhattak. Elhozták a mesék csodálatos világát. Szuperhősök vigyáztak a királylányokra, rendőrök és tűzoltók figyeltek a rendre, de találkoztunk kalózokkal, magyar menyecskével, pillangókkal is. Van adóedőm, bilincsem, szemüvegem, meg pisztolyom. Nagyon örülök, hogy focistának születtem, de ez a focilabda egy kicsit nagyon érdekel. Évek óta visszatérő tendencia, hogy egy kicsit elmúlt már az az idő, amikor a szülő nekül meg az egész család és készít egy jelmezt. Általában kölcsönkérnek, kölcsönzőbe vesznek, ismerőstől szerzik be más családokból, és hát, hogy mik a legnépszerűbbek. Általában vannak ilyen klasszikusak, ugye a kisfiúk, mint a férfi ideál, ilyenkor is az erőt testesítik meg, Batmanek, pókemberek, kalózok, Karib-tenger térségéből, tehát filmélményük is van. Tehát valóban azt, amik szeretnének lenni. A lányok, a gyengétség, a szépség. Itt van aztán sellőlánytól kezdve királylányig, mindenféle tündérig csodás jelmezek vannak. És hát természetesen mindig visszatérnek azok, amik a mostan meséknek a szereplői, a Scooby-Dók és egyéb ilyen jelmezek. Tehát ilyenkor nem árt lépést tartani ezekkel a dolgokkal. Azt kértük még a szülőktől, hogy mindenképpen olyan jelmezt készítsenek, vagy hozzanak a gyerekeiknek, ami azért őket a mozgásukban nem zavarja. Tehát, hogy tudnak benne táncolni, tudnak benne enni, inni, tehát ne legyen annyira merev, és úgy áttekintve minden csoport jelmezét valóban nagyon szépek, színesek, gyerekek jól érzik benne magukat. Számos programmal készültek a gyerekeknek, hogy minél emlékezetesebbé tegyék számukra ezt a napot. A játékok során szükség volt ügyességükre, gyorsaságukra. Szobónénik azért ilyenkor olyan jeles naphoz kapcsolódó szokásokkal, versekkel, mesékkel töltik meg a gyerekeknek, vagy töltik ki a gyerekeknek a mindennapjait, és abból láttunk egyik-másik csoportba ízelítőt.
Falsangnak már hosszú-hosszú évezredes hagyománya, valahol a középkorban kezdődött ez Magyarországon. Ugye a történelmi háttér áttekintése nélkül óvodában főleg arra törekszünk, hogy ez valóban azt a szerepet töltse be, ami a falsangnak a hivatása. Elbúcsúztatjuk valamilyen szinten a teret, hiszen a pogány ünnepkörhöz, ha ezt visszavezetjük a falsangnak a történetét, ennek valamilyen ilyen célja van tulajdonképpen, de egészen pontosan meg szeretném fogalmazni, akkor abban a jelmezben, amiben a gyerekek ma beöltöznek, abba úgy beleélik magukat, hogy ők valóban azt a személyt testesítik meg, és ezzel a sok-sok játékos versengéssel, ezzel a sok-sok mókával egy nagyon vidám, bohókás, eszemiszom bulit, ünnepséget szervezünk nekik az óvodákba. Bízunk benne, hogy a farsangi mulatság eléri célját, a tavasz tündérek is jól végzik dolgokat, és mi hamarabb beköszönt városunkba a tavasz. Hello! Hello!